Falunapot ünnepeltek Csantavéren. A többnapos rendezvényre számos programmal készültek. Vasárnap reggel egy fiákeres felvonulással nyitottak. A fiákeresek Csantavérről és környékéről érkeztek. Tapasztalt lovasokkal együtt a népviseletbe beöltözött gyerekek is élvezték az utat. Ez a kövéren szép, megveszem a szegénységet tőle, ráadásul ott a szeretőbe. De megveszem a szegénységet tőle, ráadásul ott a szeretőbe. Fiákerezés egy hagyomány Vajdaságban. Sok esetben generációról generációra száll a lovak szeretete és a kocsik vezetése. Nem volt ez másképp Kálmán Jenő családjában sem. Lovazás az inkább hobbi, ez már ilyen örökletes dolog. Valamikor a tatámnak voltak szép versenylovai, fiákérja után az apukámnak, a szüleimnek is voltak, és most nekem is. Hát a saját fogatom, fiáker, lovak, minden, és akkor így hobbi. Más rendezvényeken is részt szoktak venni? Igen, persze, falunapokon, új kenyérszántelőkön, ilyen húsvét ünnepségen megyünk locsolkodni. Tótfaluban is voltunk, ott is kint voltak önök is, és hasonló rendezvényeken, farsangi bálakon, stb. Milyen idősek ezek a lovak? Hát a fekete, ő Lady, ő április 20-án volt 2 éves. A deres pedig 8, mellettük van egy kis csikom, ő pedig a múlt hónap 12-én volt 2 hónapos. Ezek versenylovak? Nem. A feketének Nónius az apukája, de viszont a lipicai az anyja, a deres pedig Lipicán él. A kis csikónak meg most egy ilyen járási csőd. Nem fajtiszták. Felvonuláson a fogadba egy kis csikót is befogtak. A legfiatalabbak szívesen simogatták a csikót. Kánikula a lovakat is megviselte. A falunappal együtt Csantavéren búcsút is ünnepeltek. A páduai Szent Antal templomban ünnepi szentmisét és bérmálkozást tartottak, Pénzes János megyés püspök vezetésével. Bérmálkozás kultúrműsor követte. A csantavériek mellett vendégfellépők szórakoztatták a templom melletti téren összegyűlteket. A hőség ellenére sokan nézték a produkciókat. Falunap alkalmából vagyunk itt. És mit várnak most? Sok táncot. Meg egy kis hűvöst. Egyébként minden évben kilátogatnak a falunapra. Miért szeretik ezt? Akkor nagyon sok ismerőssel találkozunk. Nézők vagyunk. Miért szeretik ezt a falunapot, Csantavéren? Hát mi Tornyosról jöttünk, hallottuk, hogy itt lesznek fellépők, eljövünk megnézni. Melyik programot várják? Hát mi igazából a
táncosokat várjuk, mert a kis zonakám is táncol, és akkor meg szeretnénk nézni. Hallottuk, hogy Szegedről jön egy táncos párt, ezt akarjuk megnézni, hogy mennyivel vannak előbb, mint mi. Sokan nosztalgiáztak is egy kicsit. Azt is megtudtuk, hogyan ünnepelték a régmúltban a falunapot. Valamikor nagyon sok mézes kalácsos, meg végig volt a templom, tehát elején még hát 10 óráig is tartott. Este 10-ig gondolom. De mostan már kiment divatból, úgy látszik. Nagyon kicsi, kevesen emlékeznek rá, de én még emlékszek arra, hogy este 10-ig is korzóztunk, itt sétáltunk, és akkor mézes kalács, mézes szív, már fiataloknak, vagy fiatal nagylányoknak vették a fiúkat. Ilyen. Meg nagy ünnepség volt, nem így, mint most. Most ez nagyon szerény, nagyon... Akkor mulatság is másmilyen volt, mint most. De hát most megszokjuk ezt, ami van. Mi az, amit a legjobban szokott várni falunapkor? Hát most mit mondjak, ezt az ünnepséget örülünk ennek a fiataloknak, akik, meg akik föllépnek, hogy hát mégis azért megemlékeznek erről, ami van itt nálunk. Mert elég kevés, meg nagyon kevés rendezvény, még színházunk sincs. Ekkora falunak még az sincs. Állítólag eladták. Úgyhogy még az sincs, de nagyon szép színházunk van, volt. Csak nem törtek. Itt van, megvan, csak nem járunk bele. Mi az, amit visszahozna a régi idők? Azt mindent. Azt a szép ünnepséget, azt mindent. Nem is tudják ezek a fiatalok, hogy milyen volt, hogy milyen gyönyörű volt, milyen szép volt az. Fogalmuk nincs arról. A parkunk is nagyon szép volt, oda is lebírtunk menni. Még itt az egész templom eleje, itt a községháza előtt ez itt végig, korzó volt, hosszan, cukrászda, fagy, mit tudom én, most is van, de nem úgy, nem olyan, mint akkor volt. Azt mindent visszahoznák, az minden szép volt. Nem csak azért, hogy fiatal voltam, hanem azért, hogy egész más volt, mint most. Akkor mi volt a kedvence a falunapkor? Hát mondjuk az elem, meg a tánc, az a fiataloknak érdekes volt, az nagyon szép volt. De ez a búcsú is olyan emlékezetes volt. Most már ez nagyon, nagyon el van felejtve, vagy nem is tudom. Már nem úgy nevelettek talán a fiatalabbak, azt nem úgy tartsák, vagy nem. Tisztelet a kivétel. Van kevés, aki igen. De hát akkor minden rokonság jött a ebédre, meg szóval nagyon tartottuk, de Ezt most is tartják, hogy így a család ilyenkor azért, akik mondjuk külföldön vagy máshol laknak azért... Igen, csak kevés, nagyon kevés, nagy elenyésző már, nagyon kevés. Igen, tartsák, meg tudják, meg, de... Mondjuk a Szent Antal az egy nagy ünnep volt itt nálunk, valamikor templom, kerülésünk, minden, de ez már most nem olyan, ami most van. Az ünnepi műsort Murényi Tibor, a helyi közösség közgyűlésének elnöke nyitotta meg. Megtiszteltetés számomra az, hogy a helyi közösség nevében mindannyiunkat üdvözölhetem a mai napon. Szent Antal tiszteletére, falunk védőszentjének nevére és tevékenységére rendezett falunapi ünnepi sorozata. Elsőként a Bartók Béla Művelődési Egyesület kórusa lépett fel. Nem régóta, 2 év óta próbálunk együtt énekelni, muzsikálni, saját örömünkre, mások szórakoztatására. Milyen típusú zenével foglalkoznak? Népzenével, csak kizárólag népzenével. Az internetes kis angyalom mással játszik. A kórus ugyanazzal a műsorszámmal lépett fel, amelyet a Durindón is előadta. Valamikor nem tudom, hogy hol, valami Bagi nevezetű falu volt régi időkben, és ottan divat volt a piros szín, hogy férfiak is, meg nők is mindig vettek a ruhájukhoz valamilyen pirosat, és akkor azt elnevezték, azt a falut piros Baginak. És akkor arról énekelünk, úgy is szól mindjárt az első dal, hogy Pirosbagi templom tornya ide látszik. És azokról az ottani szokásokról, ahogy ők énekelték a dalokat, azt énekeljük ma. Ugye mondta, hogy a Durindón is részt vettek. Értek-e valami eredményt az idén, vagy valami kiemelkedőt? Még nem kaptunk értesítést. Annyit hallottunk, hogy több helységből
tetszettünk nekik, hogy jó énekültünk. Hát mi csak olyan egyszerű amatőrök vagyunk, amit tudunk, nem tanultunk semmit se. A Hunyadi János általános iskola táncosai is megmutatták tudásukat. A Csipetkék néptánccsoport mezőföldi táncokkal lépett fel. Gyerekcipőben járunk, alföldi és mezőföldi tánccal ismerkedtek meg a gyerekek. Folyamatosan bővül ennek a listája. Mi is még ilyen tanuló szintén vagyunk, de folyamatosan próbálunk fejleszteni. Milyen gyakran vannak próbák, illetve a gyerekek ezeket a próbákat hogy fogadják? Ez fölépésektől is függ, de minden héten legalább két próba van. Amikor ugye sűrűbbek a fellépések, akkor lehet hetente akár 5 alkalommal is. Milyen fellépéseken szoktatok részt venni? Hát különböző típusú fellépésekre hívnak, ugyebár ilyen falunapok, aratóbálok, nyugdíjas egyesületek ünnepségére, külföldre is egyre többet hívnak, különböző rendezvények, táborok. A gyerekek szívesen járnak próbákra, lelkesedéssel tanulnak. Milyen tánccal léptetek most föl itt? Most először a nagy mezőföldivel, aztán még a kicsivel, kis mezőföldivel. És te miért szeretsz táncolni? Hát azért, mert nem otthon ülök, nem unatkozok, itt sok barátom van, és azért, mert mindenki kedves. Mióta táncolsz? 3 éve. Milyen tánctípusokat táncoltál? Miket az alföldi, kismezőföldi, nagymezőföldiket táncoljuk. Melyik a kedvenc táncod? A mezőföldi. Miért szeretsz táncolni járni? Hát kikapcsolódok, kiengedem a felesleges energiámat, új barátokat szerzek. Sok barátod van, amióta ide jár? Igen, elég sokan, még most így a nagyoknak is, és akik eddig nem szerettek táncolni, még tudjam mutatni, hogy szeressék ezt a táncot. A néptánc mellett modern táncot is bemutattak a fiatalok. A hip-hopot nagy érdeklődéssel fogadta a közönség. She's ready to go. All she wanna do is dance. Baby, won't you move?
A sok tánc mellett versmondók is megmutatták tehetségüket. Zák Zoltán, nem érem el a kilincset. Nem érem el a kilincset. Ha elérném is, hiába. Anya elvitte a kulcsot, és az ajtó be van zárva. Kinézhetnék az ablakon. Azért se nézek ki, máma. Az udvaron én már láttam. Nincs más, csak egy csúnya láda. Anya, apa gyárba mennek, és bezárnak minden reggel. Azt hazudják, munka nélkül nem élhet a szegény ember. Mindig, mindig csak hazudnak. Azért, hogy én itt maradjak. Azért, hogy a sok szép géppel csak ők ketten játszhassanak. Szegedről is érkeztek vendégfellépők. A fiatal táncospár latint és standard táncokat mutatott be. Számos versenyen vettek részt, és értek el nagyszerű eredményeket. Mióta táncoltok? 6 éve táncolunk. Milyen tánc típusokat tanultok ti? Hát társas tánc. Leginkább is azon belül vannak több ilyenféle tánc. Azokat most társadalom? Hát, van latin meg standard táncok. És neked melyikek a kedvenceid? Hát én mind a kettőt szeretem. És neked? Inkább a standard. Versenyekre jártok? Igen, igen, igen. És milyen eredményeket értetek? Hát jókat. Jó. Van valami érmetek is? Igen. Rengeteg. Milyen érmeitek van? Mennyi? Hát nekem volt már egy előző táncparom is, és azzal már régebb óta táncolunk, és én már többször is voltam táncverseny, és nekem most így egy olyan 30 körüli. És hát nekem olyan 20 körüli van. Miért szerettek táncolni? Te miért szerettek? Hát én nem is tudom, én nagyon szeretek. Valahogy kiskorom óta már ez anyukám felajánlotta, hogy akarok-e táncolni, és azóta táncolok. Tehát hát nem tudom. És te miért szeretsz táncolni? Hát lehet vagyok húrázni. És hogy kicsikét megmozgat, és ezt szeretem benne. Mit ajánlanál először te a többieknek? Ajánlod ezt a táncot, igen, hogy foglalkozz? Igen, el? Igen. Miért? Hát szerintem ez egy nagyon jó sportág, és jól lehet mozogni benne, meg minden. A helyieket képviselte a Mendikus Tambura zenekar. Ismételten zeneszótól lett hangos a tér.
ágazat, amiben föllépünk, az vajdasági betyárdalok. Mit lehet tudni ezekről a betyárdalokról? Ezek a betyárdalok, ezeket valamikor a megboldogult Bódor Anikó ő gyűjtötte össze, és az ő gyűjtéséből tanultuk meg ezeket a dalokat, és ezekkel, tehát ezzel a sorozattal voltunk most az idén Gomboson a Durindon. Kevesen tudják, hogy a tambura hagyományos magyar hangszer, mondta Vörös Róbert. A zenekar tagjai 20 éves fiatalok, már több mint 10 éve dolgoznak együtt. Ezt a zenekart 1998-ban akkor kezdtem tanítani, akkor voltak általános iskolások, 3. 4. osztályosak. Persze idők folyamán ez a zenekar apadt, és mostanra 7-en vagyunk. Persze most nem lép föl mindegyikünk, mivel hogy nem mindenki ér rá, most 5-en leszünk itten. És 2003 óta van ez a fölállás a zenekarban. Tehát azóta se nem szaporodtunk, se nem fogytunk, de 2003 óta ez a létszáma a zenekarnak. Milyen típusú zene jellemzi önöket? Tehát amikor színpadi föllépés van, akkor vajdasági magyar népdalokat játszunk, illetve színpadon kívül pedig még lakodalmas mulatos dalokat is. A szervezők igyekeznek minden évben változatos programot biztosítani. A programok azok évről évre változnak, hiszen anyagi függő a programrendezés, és amikor az előző tervek alapján kiderül, hogy körülbelül mennyi eszközzel rendelkezünk, az alapján próbáljuk a programot összeállítani. Persze számos kultúrrendezvényt és kiállítást és más megmozdulásokat igyekszünk behozni ezekbe az ünnepi napokba, hogy hát a nép minél jobban szórakozzon. Kemény kulturális programoktól, a komoly zenei koncertektől, a muskátli zenéig. Tehát mindenki meg tudja találni önmagát, mi tetszik neki, és talán ottan részt tud venni. Tehát a sportkedvelők a sportnapon vesznek jobban részt, az ifjúság szintén ott inkább aktív. Diszkóestet nem szoktunk tartani, azt van, ahol megszervezik az ifjúság külön. Ugye vannak ebben most második évben tudunk sztárvendéget hívni, és ezzel talán a záró és a legnagyobb szintű az ünnepség legnagyobb szintű része a sztárvendég. A csantavériek egyik legkedvesebb ünnepe a falunap. Ilyenkor hazajönnek a rég nem látott rokonok. Amikor gazdag a műsor, akkor a lakosság lelkes. Persze ez egy évben, ha megtörténik az, hogy gazdag a műsor, akkor a legközelebbi évben is elvárják tőlünk. Hát igyekszünk mindenkinek eleget tenni. Persze, hogy vannak azok, akik elégedetlenek, persze olyanok is vannak, hála Istennek több számba, akik meg vannak elégedve az ünnepséggel, a rendezvényekkel, hiszen hát mindenki tisztában van azzal, hogy ennyire telik. Van valami különlegesség, ami jellemzi Csantavéren a falunapokat, ami minden évben hagyomány? Hát általában maga, ugye mivel július 13-ára esik a falu ünnepe, közel van a ballagás, tehát valójában a 8-osok ballagásával kezdődnek ezek az ünnepi napok. Tehát ez egy olyan bizonyos fokú indító kapszulája, indító zsinórja ennek a falunapi rendezvényeknek. Ugye hát az ünnepi szentmise az mindenféleképp 13-án az egy hagyomány. Ezen belül talán az, amit meg kell említeni, az, hogy a minden évben a Csantavéri Lovas Klub hagyományos Csantavéri Kupa lóversenyt tart, és ez egy szintén egy hagyománnyá vált. Két évre visszamenőleg bevezettük azt, hogy minden szombaton bogdásfőző versenyt rendezünk, amelynek az a specifikuma, hogy zúzából van, tehát megpróbálunk egy ilyen tipikus csantavéri bogdásfőző versenyt kifejleszteni, amely a zúzára van hivatva. A falunap programjaira mindig sokan ellátogatnak. Általában több ezer vendég fordul meg a rendezvényen.